Ezt sem gondoltam volna, hogy a nagy trendinek kell ilyen videót csinálni, de hát jól van, nem is nektek köszönnék most be, mert tudom, a csatornámra megy föl, de ez most főként trendinek szól. Figyelj, kolléga, barátom, minden. Óriási problémákban vagyunk itt a videót kapcsán. Ha valaki, akkor azt hiszem most én vagyok az, aki eléggé jól tudja, hogy milyen az, ha amúgy egy csatornát elveszítesz. Tehát most lényegében, hogyha te ezt abba hagynád, olyan, mintha elveszítenéd egy csatornát. A csatorna még egy dolog. Viszont a nézők. Ja, ahogy mondtad is, hogy te ugye ezt hobbiból csinálod. Én is abból csináltam, és a szórakozásból, és a szórakoztatásból. Na most kérem szépen. Nem fog sok idő eltelni, alig 2 hét, 3, mire rájössz arra, hogy hiányoznak a nézőid. Akik mindig írják, hogy szakadok, sírok, meg minden, amit ugye te is beleraktál a videóba. És kicsit meg fog nőni ez az arány. Megtalálnak Facebookon, e-mailbe, és még komment szekcióba újra duplám. Mert neked még erre lesz lehetőséged, mert nálam a komment szekcióba, ugye, de nehezen említették már meg a dolgokat. Lényeg az, hogy meg fognak találni, és extra jönni fog az, hogy ne csináld ezt, trendi, miért vagy ilyen, ezzel velünk is kibaszol, és itt a legnagyobb pont, hogy ezzel lényegében nem csak, hogy magaddal baszol ki, hanem másokkal. Mindenért nagyon sokat kell dolgozni, nagyon-nagyon-nagyon sokat. Te mondjuk dolgoz ember, vagy szerintem te aztán igazán vágod, hogy nem hip-hop, így jönnek a dolgok. Tehát pénzért is nagyon sokat kell dolgozni, a nézettségért is nagyon sokat kell dolgozni. Egyenes arányosságban tudom, hogy nem a legjobb a megtekintés feliratkozó szám. Ezt én is elég jól ismertem. Tehát ugye nekem is volt 3400 feliratkozom majdnem, és ahhoz képest a 200-300 az azért egy erős megtekintés volt. Sajnos ez egy ilyen dolog. Viszont ha néha-néha föl-föl kapnak, akkor újra és újra azt veheted majd észre, hogy hopp, most azon megint több megtekintésed van. Figyelj, a legszarabb az egészben, hogyha abba hagyod, egy kimondottan jó szórakozási lehetőségét is el fogsz venni magadtól. Tudom, mennyi munka van benne, főleg a tieidbe. Tehát én magam, mert én is eléggé vágom, hogy már ebbe sok munka van, amit én csinálok, pedig ez aztán nem az, amit te csinálsz. Abba aztán végképp sok a meló. Emiatt meg is értem, hogy miért nem mondjuk hetente 2 videó van, hanem mondjuk havonta 2. Ha ezt abba hagyod, tényleg leginkább a nézőiddel baszol ki, ami egy nem egy legkedvesebb dolog, mert nem is azt, hogy onnantól baszogatni fognak, de egy belső érzéssel lesz a szar, hogy mennyi ember azért ott van. Tehát, hogyha végig gondolod most ezt a 300 embert, kiállnál 300 ember elé egy színpadra, és így elnézed egy téren, és 300 ember ott van, azért az 300 ember, meg 400, 500, 600. Ami nem kevés. Ezt is elég jól tudom, mert ugye színészkedem és játszom a színházba, és játszottam már főtéren is. Több helyen szerencsére a színjátszós társulatunkkal volt lehetőségem játszani, és azért az nem kevés ember. Na most, ha ennyi embernek csalódást kell okozni, az egy lehet szarérzés. Tehát mindenképpen azt tudom neked ajánlani, hogy ezt ne hagyd abba. Ez egy iszonyatosan hülye döntés lenne, mivel tudom, hogy te mit csinálsz. Tudom, hogy hogy csinálod, és ebből még lehet kamatoztatni, az egyszer biztos. Ha nem is most, lehet, hogy még 2 évet rá kell húzni, de az ilyenfajta dolgok egyszer úgy is elérnek valamit. Mert az a nem mindegy. De tudom, hogy rengetegen, ha most elkezdél Minecraftozni, elkezdenék Minecraftozni, sztárok lennénk, tehát hogy együtt kéne járnunk a playitekre aláírni, vágod? Mert Minecraftból már mindenki sztár tud lenni. Ugyanabból a hasonló videókból, mint amit mindenki más csinál, nekünk is lenne videósboltos termékeink, meg minden. Én is vágom. Viszont ha megpróbálunk olyan termékeket gyártani, olyan videó tartalmat, ami nem mindenkit érdekel, akkor ez ezzel jár. Viszont ez saját magunknak hidd el, hogy jobb szórakozás, és már csak ezért is megéri, mert nekünk viszont minőségi nézőink vannak. Ami azért nagyon nem mindegy. Hagyd ne mondjam, hogy nem tudom hány pléten jártál már. Én azért már egy jó párom, tehát ugye az 5 évem alatt én már 2014 óta ott voltam, tehát hogy látom, hogy a nagyon nagy youtubereknél milyen nézők vannak. Hidd el, főleg így, hogy pénzt nem keresel belőle, én se kerestem soha belőle, majdnem az volt, hogy kerestem, de nem. Főleg így, hogy pénzt nem keresel belőle, hidd el, sokkal jobb az, hogy csak ennyien néznek, viszont azok amilyen nézők. Nem tudom, hogy ha te gondolnál, hogy le akarsz ülni egy sörre, esetleg. Még azt velem megteheted, és most már tényleg tegyük is már meg valamikor, na. Viszont nem akarok itt neveket mondani, hogy Benipova, de nem tudom, hogy a 9 és 10 évesekkel mikor tudsz bármikor elbeszélgetni úgy. Apukaként lehet, hogy sokkal rendesebben tudsz velük bánni, mint én itt a hülye 18 éves fejemmel, viszont teljesen más azért. Sokkal jobban örülök én is annak, hogy inkább kevesebben vagyunk, viszont
minőségi nézőkkel, tényleg értelmes emberekkel. És nálad is azt lehetett észrevenni, hogy egyébként értelmes emberek a nézőid. És hogyha velük élőben találkoznál, tényleg egy sörre le tudsz ülni, tudnál beszélgetni velük, ami szerintem sokkal fontosabb, mert egy erősebb visszajelzést tudnak nyújtani, mint bárki más az egész platformon. Tehát én végig gondolnám a helyedbe ezt az egészet, tudnék itt még dolgokat állítani, de a fő lényeg az, amit itt belül érzel, hogy az lehet fáj, és lehet, hogy tényleg csak a foltokat, a sebeket csavarják be, e szívsebeit letölleni véle, csak idézünk Petőfitől, viszont azok a sebek azért tudtak keletkezni, mert ott már volt valami. Ha ott nem lett volna semmi boldogság, ami már ebben megvan, akkor nem lett volna hova sebnek keletkeznie. Csak úgy magától nem keletkezik seb. Tehát a semmibe, a semmire nincsen seb. Nem fáj az, hogyha összeugatnak emberek az utcán. Viszont az tud fájni, hogyha a nézőid nem úgy vannak, ahogy te érzed. És tudom, hogy a belefektetett munka, tudom. És pont emiatt tud fájni, mert sokat dolgozol vele, és pont emiatt tud fájni, mert rengeteg jó néződ van, és örülnél, még több ilyen lenne. Tehát valamit már elértél, amire tudsz sebeket ejteni. És az a valami az még tud bontakozni. Trembikém, én ezt folytatnám, jó? És most szólok hozzátok, drága bodriaim. A komment szekcióba, aki csak megteheti, egy hashtag ne hagyd abba Trembit írjon, utána pedig menjen át Trembihez, és oda is hasonlóan egy hashtag ne hagyd abba Trembit hagyjatok. Tibikém, remélem, hogy valamennyire hatással vannak rád a 18 éves hülyegyerek szavaim, de ja, ne csináld ezt. Nem jó. Megbánod. Hidd el, hogy megbánnád. Jönnél meg 3 hétre rá új videóval. Fasság lenne abba hagyni. Még erre minimum hagyjál rá 1-2 évet. Ebben még annyi bőven van, amire be lehet mindennek jönnie. Ilyen az, ha valaki egyedi tartalmat próbál gyártani. Rá kell jönni az embereknek, hogy hol vannak a jó videósok. Ott. Ott ül éppen és nézi. Csáá.